Sziasztok, Viktória vagyok, és üdvözöllek a csatornán. A mai napon egy ugró challenge-et szavaztatok meg, úgyhogy ezt hoztam el nektek. Remélem tetszeni fog. Leápoltam és felnyergeltem a lovat, majd kimentünk a pályára, és 10 perc séta után mindkét kézen elkezdtem összeszedni és bemelegíteni mindhárom jármódban. Jobb és bal kézről is megugrottuk néhányszor ezt a meredeket, mielőtt elkezdtük az ijesztőbb akadályokat. Az ugrásoknál nem a magasságra mentünk rá, hanem arra, hogy minél félelmetesebbnek tűnjön számára. Kezdésnek gondoltam, próbáljuk meg valami kevésbé ijesztővel, ezért a rúdra csak két nyereg alá tétet tettünk. Amiről végül kiderült, hogy mégis ijesztő, és kikerült az egészet. Második próbálkozásra már kicsit jobban támogattam, és így is elgondolkozott rajta, hogy megáll előtte, de végül sikerült átugranunk. Rájöttünk a másik kézről is, itt viszont sikerült túl közel érkeznünk, hozzáértünk, de ezért fennmaradt. A következő akadályra néhány takarmányos zsákot tettünk, amit gond nélkül sikerült átugrani. Aztán kihoztunk néhány vödröt, de annyira alacsony volt, hogy nem volt képes komolyan venni, és nem akart ugrani felettük. Mindkét kézen éppen, hogy csak átvágtázott rajtuk, és összeborította az egészet. Talán ez az akadály volt az egyik legizgalmasabb, egy nagyon szűk palánk, militári jellegű akadály. A következő két hordó volt, amiben az abot szoktuk tárolni, úgyhogy szerintem ez volt a Gladys kedvenc ugrása. Egyik akadály sem volt 60 centinél magasabb, így ugrás szempontjából egyáltalán nem volt megterhelő alónak, viszont sosem ugrott még rúdnál ijesztőbb akadályokat, így számomra is teljesen meglepetés volt az, hogy hogyan fog teljesíteni. Az utolsó ugrásunk két kicsi kocka szalmabála volt, körülbelül 50 centi magasak voltak. Összességében szerintem egész jól ment, az elsőt leszámítva az összeset átugrotta, viszont egy-két akadály felett az ugró stílusunkon lett volna még mit javítani. Szerintem nagyon ügyes volt, én kifejezetten büszke vagyok rá, remélem nektek is tetszett, egy következő videóban találkozunk, köszönöm, ha végignézted, sziasztok!